Egy csésze fej a Pécsi Ildikóval. Ez volt a címe annak a zenés műsornak, melynek keretében Erkárpáti Péter színész műsorvezető beszélgetett a Kossuth és Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész színésznővel, Pécsi Ildikóval. A műsor a Szép Kurak hete programsorozat nyitó rendezvényeként valósult meg a Csengely Dénes Kulturális Központban. Ha jól tudom, 2010-ben indította el ezt a sorozatot, hogy így jön egy kávét kedvencével, vagy így jön egy teát kedvencével. Hogy jött akkor az ötlet, és kik voltak soron már eddig? Igazából ez egy nagyon korai ötlet, még az Antal Imrével találtuk ki. És tulajdonképpen az az alapja, hogy azokat az embereket, művészeket, sportolókat, közéleti szereplőket, akiket ismerünk képernyőről, filmvászonról, színpadról, vagy akár a szószékről, és tudunk róluk egymást, de olyan beszélgetős műsor hiány volt Magyarországon, amikor a meghívott vendég azt mondhatja el magáról, amit ő szeretne magáról elmondani, nem egy ilyen moderált beszélgetés, hogy valami felé viszi, akár a bulvár, akár a szakmai előmenetel felé, hanem ő, amit ő szeretne, és általában ezt nagyon szeretik a meghívott vendégeim, hogy végre tényleg arról beszélhetnek, amit ők tartanak magukról fontosnak. Ez akkor indult, csak aztán az Imre akkor már beteg lett, akkor egy kicsit leálltunk ezzel az ötlettel, aztán ő el is távozott közülünk, és akkor Fonyódon újraindult ez egy házaspár mecenatúrájában, a művészeteket pártoló házaspár mecenatúrájában, és hát gyakorlatilag nagyon sok vendég volt már ebben a műsorban, és nagyon örülök, hogy most itt Pakson is bízom benne, hogy hát ha egy ilyen hagyományteremtő alkalommal lehettünk itt. Nagyon sok mindent megtudtam Bálint gazdától, mikor ő volt a vendégem, sok mindent megtudtam Détár Rékasi házaspár, mikor ő volt a vendégem. Nagyon sok mindent megtudtam Szili Nóráról, Benkő Laciról, és sorolhatnám a neveket, akik voltak olyan kedvesek és elfogadták a meghívásomat ebbe a beszélgetős műsorba. De tulajdonképpen ez így alakul. De jó egy kicsit beszélgetni, úgy, mint embert láttatni mondjuk az ismert arcot. Azt tudják, hogy sorozatszínész volt, viszont azt kevesen tudhatják talán, hogy kabaré műsorokat is írt, ha jól tudom. Tehát akkor nem véletlen, hogy Antal Imrével kapcsolatban. Voltam minden, már csak halott orosz katona nem voltam, tudod, ahogy ezt szokták mondani. De valóban én azt gondolom, hogy a társművészetekben is megpróbáltam, kipróbáltam magam, voltam amatőr filmfesztivál versenyző, írtam tárcákat napilapokba, írtam színdarabokat, írtam kabarét, játszottam is kabarét színházban is, drámát, vígjátékot, zenés vígjátékot, aztán televíziós történet, és a televíziós szórakoztatás is megvolt, amit nagyon nagyszerű ajándékának tartok a sorsnak, hogy 14 évig szórakoztathattam a jó fiú szerepében a közönséget. És hát természetesen megyek tovább az utamon, most is van elfoglaltságom, mert mindig érdekelt valami, most is dolgozom. Úgyhogy ennyi a válasz így hirtelen. Biztosan sokan kérdezték, de hogy éreztem, miután 14 év után aztán más út jött az életébe, hogy most itt véget ért egy korszak? Én azt gondolom, én nagyon sajnáltam azt, hogy a magyar nézői szokásokat nem figyelembe véve hoztak meg egy döntést a filmgyárnál, de azt tudni kell, hogy ugye ez egy licensz műsor, az a sorozat, amiben én játszottam, és ennek Németországban van a központja, és a nyugat-európai nézői szokások mások, mint a magyar. Mert ugye Magyarországon nem szokás mondjuk kiírni a Szabó családból a Szabó bácsit, mert a nézők megszeretik az alapszereplőket. A nyugat-európai szokások viszont árnyaltabbak ennél, ott általában 3-4 évenként az egész garnitúrát lecserélik, ott hogy nyilván ez van az ilyen jellegű hagyományoknál. És ezért alakult egy kicsit bánom, hogy a magyar nézőktől elvették a rossz fiú mellől a jó fiút, de hát ez a filmcsinálók döntése, és nyilván ők értenek jobban hozzá, hiszen én csak egy magyar színész vagyok. És ha össze kell hasonlítani, akkor mi áll önhöz közelebb, a színpadi vagy a tévés szerepek? Teljesen mindegy, ugyanis én azt gondolom, hogy ez a szűk,
70-80-90 évre szabott földi életünk, amíg itt vagyunk, az nem való másra, csak minél több szeretetet adjunk át egymásnak. És ez most nem ilyen, hogy szeressétek egymás gyerekek című elhasznált, elcsépelt szlogen, hanem én azt gondolom, hogy ha szórakoztatsz, akkor szeretetet adsz. Ha ismeretet terjesztesz, akkor szeretetet adsz. Hogyha kedves vagy, hogyha egy mosolyt megeresztesz bárkire, akkor szeretetet adsz. És nyilván a szeretet az egyetlen olyan dolog a Földön, ami minél többet adsz belőle, annál több marad neked. Nemrégiben megjelent egy önéletre az ihletésű kötete, de hát még bőven van ön előtt, hogy már most. Az ember azt gondolja, tudod, hogy ilyen, nem is tudom, véget ért egy nagyobb munkám, ugye a tévésorozatban, és az ember így 50 évesen valahogy ilyen belső késztetést érez, hogy számot vessen egy kicsit. Na, mi is volt eddig? Most egy kicsit leállunk, most pihenünk, vagy egy kicsit tekintsünk vissza. És nagyon sok történet, sztori, érdekesség, akár megható, akár vidám jutott eszembe, méghozzá olyanok, amit a nagy közönség is esetleg szórakoztatónak tarthat. És akkor egy kiadót találtam, aki úgy gondolta, hogy kiadja ezt a könyvet, így készült el ez a kötet. A második, ami majd most jön ki, az már nem önéletrajzú ihletésű, hanem az már egy ilyen ismeretterjesztő dokumentumfilmem, amit mostanában forgatok, ennek alapján készült ismeretterjesztő kötet lesz. A mai napon azzal kezdték a beszélgetést, hogy mennyire a szerencse, illetve mennyire a tehetség kérdése a színészi szakma, illetve az, hogy az ember aztán később pályára kerüljön. Hogy vélekedik erről, mennyire a szerencse és mennyire a tehetség? A pályára kerülésnél feltétlenül nagyon fontos a tehetség és a szerencse is. De hogy a pályán maradjon, ahhoz ezen kívül a két most említett dolgon kívül rettenetesen fontos az, hogy szorgalmasan meg kell tanulni a szakmát. Ez ugyanis egy szakma. Tehát nem úgy van, hogy az a differencia, amikor az ember úgy gondolja, hogy és akkor még nagyon szép dolgokat is tud csinálni amatőr szinten, aztán ők is megtanulják a szakmának a szakmai részét, mert máskülönben az, hogy az ember mindig ugyanazt a színvonalat futballozza meg, hogy maradjak az Édesi Olajosom példájánál, ahhoz muszáj, hogy tudni kell, hogy szóval nincs olyan, hogy most akkor én 8:45-9-kor kellene sírnom, mert akkor van a végszó, és én nem tudok sírni, mert most akkor nincs úgy kedvem. Ez nem kett kérdés, ez egy szakmai fogás, és most sírni kell. Emlékszik arra, hogy melyik szerepe volt az, amit a legtöbbet játszott? Hát általában akkor, amikor én fiatal színésznő voltam, azért a 200-300-as szériák azok nem voltak olyan ritkák. Tehát gyakorlatilag akár a Radnóti színpadon az Emhör szépe, vagy a Bodrogi által rendezett Kabaré, vagy a Mikroszkópon általam rendezett Isten nyugtassa mind a két kollégámat, akit nagyon-nagyon sokra tartottam és szerettem. Hárman játszottuk a Hacser Józsa és a Bajor Imre a Csók közön című darabot. Vagy szóval a vidéki szériákban is azért egy ilyen 30-40-esek azok voltak. Hogy tudta mégis változatosan tenni saját magának a szerepeket? Hát, tudod, ez egy nagyon érdekes dolog, de én most csináltam hosszú évek után csináltam egy filmszerepet. A Ketten Párizs ellen című mozori regényből. És hát én nem titok, nem szoktam titkolózni, ugyebár hát nagyon aranyos volt, amit már mondtam, amit elmondtam, most elmondom, hogy egy borzasztó aranyos fiú volt a hangosító. Ágosnak hívják, és nagyon jól dolgozott, és tüneményes volt, és akkor bejött, és akkor nagyon udvariasan mondta, hogy akkor most mit tetszik kérdezni, és akkor valahogy szóba került az életkorom, és mondtam, hogy 75, és hogy rám nézett, hogy Jézusom, mondta egy őszintén, és az jutott eszembe, hogy most, amikor forgattam, ugye, hát én bizonytalan vagyok, amit 10 évvel ezelőtt nagyon összetörtem, és akkor bizonyos dolgok azért megmaradtak belőle, és akkor mindig inkább a tutit játszom, tehát fogom valakinek a kezét, kapaszkodom a leülésnél olyan, hogy legyen karfájam, akkor föl tudok állni kényelmesen, és nem kell bajveszékelnem, hogy segítsen valaki. És mondtam, hogy volt egy nagyon nehéz jelenet, oda vezettek a jelbe,
azt mondták, hogy tessék, és akkor én szépen elkezdtem járni, és szaporáztam lépteimet, és mentem, ami ki kellett menni a képből, és akkor azt mondta az egyik fiatal műszaki kollega, hogy ne tessék haragudni, ez hogy van, hogy oda kell vezetni, a lépcsőn le kell vinni, meg nem tudom, mit kell segíteni. Azt mondják, hogy tessék, és akkor már is rohan. Hát mondom, az az igazság, hogy a Pécsi Ildikó az 75 éves, és már nem biztos, hogy nagyon egészséges. Na, de a Berta, hát a Berta az egy fiatal, 60-70 éves nő, hát az semmi, azt tudja. Ez egy jó szakma. Ha tehetné, melyik szerepét játszaná ismét újra el? Legyen az filmbéli vagy színpadi szerep. Nagyon nehéz, nagyon nehéz. Ezek hozzád nőttek. Hát az aranyembernek rengeteg vonatkozása van többek között a házasságon, mert ugye édes Jóla is a állítólag abban látott, aztán elhatározta, hogy elvesz. Most már nyugodtan mondhatom, hogy szerencsémre, mert hát azért 45 éves házasok vagyunk, és ezt nem adják ingyen, és hogy ez rendben is van. Rettenetesen sok szerepet játszottam, hál' Istennek. Tehát játszottam musicalt, operettet, komoly drámai szerepeket. Nagyon szerettem a görög klasszikusokat játszani is, és aztán később Dászgorziumban 10 évig, majdnem 10 évig, 9. év után maradtam, minden évben nyáron játszottunk. Két darabot is, úgyhogy nehéz volna választani. Nehéz volna. És ha azt kérdezném, hogy ha tehetnék, kivel játszana ismételten, akivel esetleg már nem lehet? Az is nehéz, mert felsorolhatnám mindet, nekem nem voltak csalódásaim a partnerekben. Talán azért említeném a Senyei Verát, mert tőle kaptam, hogy az ember milyen lesz felnőtt korába, az összegyűlik. És amikor én oda kerültem a Petőfi Színházhoz, hát azért az egy nagyon-nagyon menő társulat volt. Tehát a Lagárdi Gábor, a Feleki Kamil, a Sennyús, szóval sorolhatnám bárkit, aki ott játszott, a Lórán Lenkétől kezdve, szóval tényleg mindenki. És hát én játszottam a női főszerepet. Egy forgó színpadra volt felépítve a Lidi szoba, aki a belépője beforog, és akkor ott én énekel egy dalt. Én annyira izgultam, hogy ma már nem hinnék el, mert ugye ez már megszűnt belőlem, ez teljesen ez az érzés. És illetve ez se igaz, mert minden alkalommal izgulok, hogy sikerüljön örömet szerezni ugyanúgy, hogy ne csalódjanak bennem, mint ahogy úgy érzem, hogy ez ma is megtörtént. És akkor befordult a főpróbára, a házi főpróbára, és nem tudtam megszólalni. Annyira ideges voltam. És akkor Senyei Vera, aki az anyámat játszotta a darabba, és hát tényleg Magyarország egyik legnagyobb színésznője volt, és elismertem volt az, akkor azt mondta a szünetárnak, hogy ő arra kérné meg őt, hogy a holnapi főpróbán hagy üljön benn a Vaságynak háttal, tehát én voltam szembe a közönséggel, ő háttal, és fogja a Vaságyon a kezemet, és higgy el, hogy nem lesz semmiféle baj. Hát csak mondták, hogy de hát ugye akkoriban ez olyan magától értetődő dolog volt, hogy ezeknek a nagy színészeknek, amikor beléptél a színpadra először, akkor leállt a taps miatt a színház. Percekig tapsoltak attól való örömbe, hogy most látni fogják a Sennyúst és a többieket, és azt mondta Miklósnak, hogy Miklós, most akkor én háttal ülök, nem olyan szerepet játszom, nem fognak megismerni, mert konyhban van a hajam, és ez ide aztán befordulok, de azt mondja, akkor nem lesz meg a tapsod, nem baj, Miklós, az Ildikóé meg lesz. És akkor a következő alkalommal, amikor befordult, addig egyfolytában fogta a kezem, és mondta, hogy meglátod, hogy kitűnő lesz, és nyugtatott. Lényeg az, hogy az volt még benne a plusz gyönyörű, hogy amikor már játszottuk százszor, és ott hagyhatott volna egyedül, és minden alkalommal ott ült. Így aztán én is megpróbáltam a fiatal generációval hozzá hasonlóan viselkedni. Ez mennyire igaz, hogy rossz főpróba és jó premier kezdés? Én ebben nem hiszek. Azt gondolom, hogy kész kell lenni a főpróbára. Ez sikerült minden alkalommal? Én nekem szerencsém volt. Nagyon-nagyon jó társulatokban játszottam, nagyszerű színészekkel. Tehát így visszanézve szinte nincs is olyan színész, akivel én ne játszottam volna a régi nagyok közül. Ma rengetegen tanulnak színésznek, gondolom úgy, mint évekkel ezelőtt, viszont keveseknek van állandó színi társulata, keveseknek adatik meg, hogy állandóan szerepeljenek sok a szabad úszó színész. Mikor volt könnyebb színésznek lenni? Szerintem nekünk.
nem voltunk anyagilag így megbecsülve, de mások se, szóval mások voltak a felosztások. De gyakorlatilag az a dolog, hogy egy színész azért akar színész lenni, hogy sokféle figura bőrébe belebújjon, ez nekünk megadatott. És a másik dolog meg az, hogy szóval én azt gondolom, hogy lehet, hogy most mások a megnyilvánulásai a sikernek. Tehát ezek az őrületek, ezek, hogy letépem a ruháját, meg a nem tudom én micsoda. Én nagyon boldog vagyok, hogy ennyi év után mondjuk megérkezem Paksra, és akkor itt vár sok-sok aranyos tekintetű néni, bácsi, szeretettel, és eltöltünk egy olyan egy óra, másfél órát együtt, amiben úgy érzem, hogy mindenki minden pillanatát élvezte, és ettől nekem is nagy öröm volt. Több színpadon is játszott. Melyik volt a kedvenc? Mindig, ahol voltam. Szóval ez és én tényleg így van, hogy mindenféle színpad. A Magyarország majdnem minden színpadán játszottam. Rengeteget játszottam vidéken. Szerettem, nagyon szerettem. Kellett ez a változatosság ahhoz, hogy ne ragadjon le az ember egy színháznál, egy szerepnél, egy szereptípusnál? Valószínűleg, hogy ez mondjuk ez a szerencsés, az adottság. Szóval abban az időszakban volt olyan idő, amikor szó szerint három filmet csináltam egyszerre, és mondjuk játszottam len, vagy próbáltam len Pécset, és mondjuk lejöttem a reggeli vonattal, aztán lejött értem az autója mondjuk a tenkeskapitánynak, akkor a tenkeskapitányba fölmentem cigányland forgatni, akkor jött egy új autó, azzal lementem Szegedre, mert próbáltam a Szent Ivánéi Álomba a hippiát, Besenyei Ferenc Hippolitát a Besenyei Feri Tézeusza mellett, és utána pedig még este mondjuk éjszaka forgattam a Hattyúdalba, a Maráta, valahol valami vízket, játszunk egy vízet, és ez egyfolytában ment így. Tehát egyikből vittek minden autóba, három autó volt, amelyik rám volt specializálódva, mindegyikben volt egy kis párna, én azonnal elaludtam, ahogy beültem, elaludtam, és mindig azt mondták, hogy az volt az érdekes, hogy amikor megérkeztünk mondjuk, hogy Pécs, ki volt írva a neve, akkor én fölébredtem. És akkor mondták, hogy Gyöleci Kóra van bennem. Említette, hogy Szűcs Lajos férjével 45 éve élnek boldog házasságban. Igen. Akkor esetleg a titkát is meg tudja mondani, hogy mi a hosszú házasság titka. Nagyon érdekes ez, mert a Lajos, meg én ugye, amikor összekerültünk, mind a ketten nagyon népszerűek voltak, és rengeteg munkánk volt. Ő akkor volt olimpiai bajnok, háromszor egymás után nyerte meg a Fradi a bajnokságot, a válogatott, és nem tudom micsoda. Gyakorlatilag mi az első évtizedben majdhogy alig találkoztunk. Hát igen, mert ha ő megjött mondjuk Dél-Amerikából, akkor én mondjuk lementem Zalaegerszegre a nyári színházba játszani. És akkor mi megtanultuk azt, és úgy maradtunk, hogy rettenetesen értékesek az együtt töltött percek. Tehát nagyon kell vigyázni rá, hogy fölösleges dolgokból ne legyen semmi. És ez így maradt. Úgyhogy ez fontos dolog volt. Azon kívül, hogy természetesen hát nagyon szerettük egymást. És akkor levélváltással működött a kapcsolat? Hát igen, mert akkor nem volt ilyen. Meg az volt, hogy például, hogyha kim voltak mondjuk Brazíliába, akkor az MLS az összekötetésben volt, és akkor azok úgy megkerestek bennünket, mert még azt sem mondhatom, hogy mindannyiunknak telefonunk volt. De mindig tudtuk, hogy hol vannak, hogy jól vannak. És a nagyanyám tavasz képernyőjén valahol megnéztük a meccset. És akkor szurkoltak is. Ajaj. Művésznőnek rengeteg díja van. Mi a fontosabb? A közönség állandó szeretete, és mint egy ilyen mai este, amikor örvendeztet embereket, vagy az a rengeteg díj, ami azt a polcot tiszti? Azt hiszem, hogy a közönség díja hozza meg a többi díjat is. Tehát tulajdonképpen nekem valaki a múltkor mondta, egy ilyen esten bevezetett, és azt mondta, hogy hát nem tudom elmondani díjait, mert néztem, és azt hiszem, hogy minden díja megvan. Nagyon sok közönség díjam van, és az nagyon jó érzés. De gyakorlatilag, ha ők nem lettek volna, akkor valószínűleg nem lehetett volna ilyen pálya mögöttem. Mostanában egy másik szerepben is láthatják, hiszen egy tévéműsorban beszélgető partner. Hogy érzi magát ebben a szerepben? Már melyikre gondol?
ha jól tudom, a köztévének a reggeli műsoraiban. Nem. Én nagyon sok... Szóval az, hogy meghívnak, és akkor eljönnek, értem, mert hát én nem tudok bizonyos témákba. Hát legutoljára a Stankaival kapcsolatban beszélgettek velem. Tehát ezek mindig ilyen esetek. Tehát gyakorlatilag azért, és akkor volt a zavarral egy közös képük, én mind a kettővel játszottam sokat. És az volt az érdekes, hogy ezek az emberek, akiket most láttam, azok annyi örömet szereztek, hogy nem tudtam szomorú lenni. Mert úgy gondolom, hogy ők, és én hiszek a túlvilágban, vallásosan nevelkedtem otthon, ami nagyon nagy szerencse, mert könnyebb bizonyos dolgokban, hogy amit szokták mondani, hogy már az utáni égi társulatban, ahol már nagyon sokan várják, és hát őket mindenki várta, mert szeretetre méltó emberek is voltak, hogy látni lehetett. Nem voltam szomorú tőle. Nem voltam szomorú, amikor láttam a hadsereggel, meg a többi kollégákkal, mert egyszerűen annyi örömet adtak, és ez nekik is borzasztó nagy öröm volt. Ez kölcsönös. A mai nekelt dalok, mint hogyha kicsit önről szóltak volna. Hát mert hogy én írtam a szövegeket. Nem és gyakorlatilag nem. Ezek a szövegek igazából mindannyiunkról szólnak, ha belegondol. Az időseknek pedig nagyon jó üzenetek voltak ezek. Igen. Hát kinek üzenjek? Bár volt a fiataloknak is, mikor elmeséltem a történetet, hogy milyen érdekes volt egy kötelező irodalom órán arról énekelni, hogyha nagy varázsló lenne az ember, akkor mi mindent tudna csinálni, békét, boldogságot. A gyerekek zöme azt mondta, hogy hú, hát cicát szeretnek, kutyát, könyveket, szóval mindent. És akkor volt egy fiatalember, aki azt mondta, hogy ő meg háborút. És addig énekölgettem neki ezt a dalt, hogy mi lenne, ha ő meghalna, ha apuka, anyuka, akit szeretsz, és egyen. Végén a dalnak megkérdeztem, és akarsz még háborút, és azt mondta, hogy nem. Na hát, akkor jó van, rendben. A művésznőnek stand-uposokat megszégyenítő humora van. Ez mindig is volt. Ezzel születtem, hál' Istennek. És ki a felmenők között kitől örökölhette? Az egész családnak fekete humorral megáldott család volt. Többek között én, mikor megszülettem, akkor nekem 2 éves koromig nem volt hajam, nem nőtt. És akkor a faluban, a polgáron, ahol Tiszapolgáron születtem, mindig ugye az volt a szokás, hogy hozták a masnikat. És akkor édesanyja mindig mondta, hogy hozni kéne már hozzá gombos tűt, mert máskülönben nem tudom használni. És aztán ezt így megszoktuk, hogy ilyen jellegű. Számtalanszor volt például az, hogy mi így beszélünk otthon is. Tehát úgy néz ki, mintha ugratnánk egymást, vagy aki először van, az hisz, hogy veszekszünk. Tehát volt olyan, hogy eljött hozzánk vendégségbe egy házas pár napot, itt laktak, külföldről jöttek. És hát mi a szokásos dolog, hogy Lajoska, légy szíves, csinálj kávét. És akkor azt mondta, hogy nem csinálok. És már ment is, és csinálta. Na most ők azt nem érzékelték, hogy már azonnal megy, és az el kellett menni, eltelni egy-két napnak. Egyszer csak, hogy felsóhajtottak, hogy Jézusom, hát látom, hogy ez nálatok egy játék, pedig azt hiszem, hogy azt hittük, hogy veszekedtek, mi soha nem veszekedtünk, de ilyeneket játszunk, hogy igen. Mondjuk az ikrek csillagjegyre szintén jellemző a jó humor. Mennyire hisz a Én az az igazság, hogy én május 21-én születtem. Hosszú ideig én úgynevezettem bika voltam, mert akkor az volt a trendi, hogy ott van a váltás. Most az ikreknél van. Na most meg kell mondanom, hogy mind a két jegyből nagyon sok van bennem. És nem szoktam elbújni mögéjük. Hogy azt mondom, hogy hát ugye hát én nekem ezt lehet, mert hát ugye én egy bika vagyok. Vagy hogy annyira nagyon okos vagyok, hogy ugye hát két vagy van bennem, mint az ikreknek. Nem, ez egy jó játék. A közönségen túl mi adja még a mai napokon az erőt? Én azt gondolom, hogy a közönség egyrészt nagyon sokat, mert azért ezek a munkák, amik azért vannak, és én nagyon szeretem a személyes találkozásokat, ez nagyon-nagyon sokat jelent. Szóval az, hogy van egy dal, amit, de aztán mást tettem a végére, amit írtunk, hogy a kéz meg a tekintet mit jelent. Tehát, mert ha megfigyeled, mi is itt beszélgetünk, és állandóan csak az egymás szemét nézzük. Tehát, hogyha neked
egy olyan tekintettel találkozol, ami lefoglal téged, és a kezek, amik ha egymásba fonódnak, akkor az nagyon sokat jelentenek. És én azt gondolom, hogy ezeknek a, úgy mondjam, szóval most nem akarom ezt itt hosszan mondani, de van egy Adi vers, aminek egy pici részét idéznék. Nagyon szerettem az Őrizem a szemed című versét. És amikor először találkoztam vele, akkor ez természetesen egy ilyen hatalmas szerelmi vers volt. És aztán nagyon sokszor van, hogy azzal fejezem be az estemet, hogy nekem ez a vers most sokkal többet jelent. Természetesen benne van az, hogy az ember szereti az ő családját és azokat az embereket, de azokat az embereket, akikkel eltöltesz itt egy másfél órát, és végig beszélgetsz velük, és nézed a szemüket, és azt a kapcsolatot, és akkor az egy iszonyatosan nagy ajándék, hogy olyan emberekkel vagy körülvéve, akiknek a szemébe lehet kapaszkodni. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom miért, és meddig maradok meg még neked, de a kezed fogom, és őrizem a szemedet. Hát csak ezt a pár sorot most el a Dendréből.